Sziasztok! A következő percekben az egyik legősibb irodalmi műfajról, az eposzról lesz szó. Ugye, ha meg akarjuk nézni, hogy hol kezdődik az irodalom, a nyugat-európai vagy az európai irodalom, akkor egészen az eposzokig kell visszanyúlnunk. Tehát a következő percekben megismerkedünk a műfajnak a jellegzetességeivel, formai jellemzőivel, és néhány példát is nézünk az eposzra. Kezdjük is el! Legelőször definiáljuk az eposz műfaját. Úgy veszem észre, hogy nagyon sokszor ezek az irodalmi műfajok ilyen nagyon bonyolult dolgokként élnek a diákok fejében, pedig általában nagyon egyszerű, könnyen definiálható dolgokról van szó. Az eposz tulajdonképpen azt jelenti, hogy nagy terjedelmű, vagyis hosszú, verses, elbeszélő mű. Kicsit más, mint az elbeszélő költemény, hasonlít a kettő, hiszen mind a kettő hosszú, Verses formájú és történetet mond el, de az elbeszélő költeménynek a nevében is benne van, hogy abban vannak erősen jelen, vannak lírai jellemzők. Tehát kicsit a lírával keveredik az epika benne. Ezzel szemben az EPOSZ az elsősorban a történetre koncentrál, a történetmondás áll a középpontjában. Tehát az eposz az az epika műnemébe tartozik, azon belül is a nagy epika körébe. A nagy epika se valami bonyolult dolog, egyszerűen annyit jelent, hogy hosszú. Tehát vannak a hosszabb epikus művek, maga a rövidebb epikus művek, és az előbbieket hívjuk nagy epikának. Um, Jellemzője még az eposznak, hogy a témája mindig valamilyen nagyon fontos egy közösség számára sorsfordító esemény, tehát csipcsup hétköznapi ügyekről nem nagyon szoktunk eposzt írni, vagy ha igen, akkor az eposz paródia lesz, vagyis végeposz. Tehát nagyon-nagyon fontos az eposznak a témája, ami, mint mondtam, mindig valamilyen sorsfordító esemény, általában valamilyen háború, vagy csata áll ezeknek az eposzoknak, vagy valamilyen kalandos, út, ugye, mint például az Odüsszeja esetében. Tehát az a lényeg, hogy valami fontos dolog van az eposznak a történetének a középpontjában. Aztán jellemzője még az eposznak, hogy eposzi hős nélkül sincsen igazi eposz, vagyis ezeknek a történeteknek a középpontjában mindig valamilyen emberfeletti erejű hős, görög szóval hérosz áll. Az eposzi hős az mindig a, mindig a környezete, környezetéből kiemelkedik, nagyon sokszor egyébként konkrétan isteni származású, tehát ezért van úgymond szuperereje, de vannak olyan eposzok is, eposzok is, amelyekben egyszerűen egy különleges képességű ember az eposzi hős. De az nagyon-nagyon fontos, hogy hétköznapi emberekről nem szokás eposzt írni, megint csak kivétel a végeposz. Aztán a híros még, a hírosz szempontjából még fontos, hogy a mindig követendő példa az adott közösség szempontja, a számára, és az eposzok értékrendjének középpontjában a hősiesség és az ennek következtében létrejövő hírnév áll. Ez már nagyon fontos lesz például az Iliász elemzésénél. És azt is fontos még tudni az eposzokról, hogy, hogy az eposz az eredetileg szóbeli műfaj volt, tehát ezek, ezek szóban terjedtek, ezeket énekmondók, rapszódoszok mondták, vagy énekelték, és ennek is köszönhető az, hogy formailag nagyon kötött az eposznak a, a formája, hogy kétszer mondjam ezt a szót. Tehát, hogy formailag nagyon kötött az eposz, majd mindjárt rá is térünk az eposzi kellékekre, amelyek olyan formai jellemzők, amik meghatározzák azt, hogy hogyan néz ki az eposz. És ezek a mai olvasók számára már nagyon furcsa dolgok, hát minek szépítsük az eposzokat a mai olvasók számára már nagyon sokszor konkrétan unalmas olvasni, nem is sokan vannak, akik olvasnak eposzokat, de viszont ha visszagondolunk arra, hogy ezeket eredetileg szóban adták elő, akkor már értelmet nyernek ezek az eposzi jellemzők, hiszen ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy könnyebb legyen ezeket a történeteket észben tartani, tehát memorizálni, másfelől pedig a hallgatóság számára ezek nem, hogy unalmasak voltak, hanem kifejezetten izgalmasak és színezték a szóban elmondott történetet. Na de nézzük is meg, hogy mik ezek a formai jegyek, amik az eposzokat jellemzik, és úgy hívjuk őket, hogy eposzi kellékek. Majd azért az irodalmi tanulmányaitok során fogtok találkozni néhány eposszal, és majd látni fogjátok, hogy ezek mind, mind ugyanúgy kezdődnek. Van az eposzoknak az elején egy segélykérés, amikor valamilyen istenséghez, múzsához vagy majd látni fogjátok, hogy a keresztény eposzokban, például a szigeti veszedelemben Szűz fordul az eposznak a költője, és tulajdonképpen segítségül hívja ezt az isteni erőt ahhoz, hogy, hogy véghez tudja vinni a munkáját, ugye, hogy Zrínyit idézzük, és megfelelő módon tudja megírni azt a történetet, ami az eposzának a középpontjában áll. Ezt idegen szóval invokációnak hívjuk, tehát ez az egyik eposzikellék. kellék. Aztán legtöbbször rögtön a segélykérés után, vagy időnként előtte van a tárgymegjelölés, vagyis röviden leírja az eposznak a szerzője, hogy miről fog szólni a, az a történet, amit megír. Ezt idegen szóval propozíciónak hívjuk. Aztán szintén jellemző még az eposzokra az, hogy nem nagyon van az, elej, az eposzok elején bevezetés, felvezetés, leírás, hanem általában a dolgok közepébe Vágva kezdődik. Tehát rögtön a történet közepébe, vágva kezdődik el maga az eposz, és ennek is a, a szóbeli. Tehát abban van a magyarázata, hogy ezeket szóban adták elő eredetileg a történeteket, ezeket a történeteket, ezeket az eposzokat, mert nagyon sokszor nem adták elő az egész, vagy nem mondták el az egész hosszú történetet, hanem, hanem csak egy-egy epizódot emeltek ki belőle. Tehát, hogy ez áll a mögött, hogy az eposzok nagyon sokszor így nagyon hirtelen kezdődnek. Ja, és ehhez az is hozzátartozik, hogy akik ezeket az eposzokat annak idején hallgatták, azok pontosan tisztában voltak az előzményekkel, nagyon sokszor magával a történettel is tisztában voltak már, tehát nem azért hallgatták végig az eposz, mert nem tudták, hogy mi fog történni, hanem, hanem azért, hogy... hogy vagy egy sajátos módját hallják ennek a, ennek a történetnek, egy saját, sajátos elbeszélési módját hallgassák meg az adott történetnek. Hiszen azáltal, hogy eredetileg szóban adták elő ezeket az eposzokat, nyilván nem volt ezeknek rögzített szövege. Tehát ezek ezek vál, több változatban is éltek. Na szóval az a lényeg, hogy az eposzoknál nincs nagy felvezetés, hanem általában a dolgok közepébe vágva kezdődik. Latinul ezt úgy hívják, hogy in medias rész. Ez szó szerint azt jelenti, hogy a dolgoknak a közepébe. Aztán jellemző még az eposzokban a seregszemle, idegen szóval enumeráció, vagy katalógusnak is szokták ezt hívni. Ez általában nagy csata jelenetek előtt figyelhető meg, amikor a szerző hosszan, hosszan részletezi, hogy kik azok, akik részvesznek vesz, rész a csatában, és ez is tulajdonképpen a feszültségkeltést szolgálja. És az az értelme, hogy segít a hallgatóknak jobban elképzelni az adott történetet. Bocsánat, közben azért kattingatok itt, mert a következő eposzikellékhez, kellékhez, az epikus hasonlathoz kiírtam egy konkrét idézetet az Iliászból. Tehát az epikus hasonlat, az epikus hasonlat az, amikor a az EPOS szerző az nem egyszerűen csak egy hasonlatot ír, hanem egy egész, tulajdonképpen egy kis mini-sztorit ír a hasonlat köré. Hozok is erre egy példát. Az Iliászból van ez az idézet, az Iliásznak a, a seregszemléjéből, az enumerációjából, pontosabban az azt megelőző szövegrészből, így szól a hasonlat mint amidőn a legyeknek sűrű sok raja röpköd, melyek a pásztorok tájékán körbe keringnek, hogyha tavasz hajtmás tele édes teljel a sajtár, szemben a trójaiakkal ilyen sok fürtös akhályhős állt a mezőn, s vágyott azokat szétszúzni egészen. Tehát az eposzi hasonlat ez az eposzi hasonlat tulajdonképpen azt írja le, ha nagyon röviden akarnánk kifejezni, akkor annyiról van szó, hogy sokan voltak a görögök, de ezt, egy, ezt nem úgy írja le az eposz költője, konkrétan most homéroszról beszélünk, hogy a görögök olyan sokan voltak, mint a legyek egy pásztorakolban, hanem egy, egy külön kis külön sztorit kis, uh, ír hozzá. Úgy is mondhatnánk ezt, hogy ilyen terjengősebben fogalmazza meg, a hasonlatot. Tehát ez az epikus hasonlat, és nagyon-nagyon sokszor fordul elő a homéroszi eposzokban is, meg a későbbi eposzokban is. Hozzátartozik a műfajhoz magához. Aztán szintén eposzi kellék még az állandó jelző, amit idegen szóval, konkrétan latinul epiteton ornansznak hívjuk. Egyébként szerintem ezeket az idegen elnevezéseket középszinten én már nem várom el feltétlenül, hogy tudják a diákjaim, de hogyha valaki mondjuk kacérkodik az emelt szintű magyar érettségének a gondolatával, ott azért illik tudni ezeknek az idegen nevét is, meg ha a magyar tanárod azt mondja, hogy tud az idegen nevét is, akkor tanul meg, légy szíves, de hogy hogy szerintem ezt nem kell feltétlenül középszinten tudni. Tehát, hogy visszatérve az eposzi kellékekhez, ugye vannak állal, állandó eposzi jelzők, amik egy-egy személyhez kapcsolódnak, például tehén szemű héra, vagy bagoly szemű aténi, vagy gyorslábú Akhilleus, vagy messzelövő apollón, tehát, hogy, hogy ezek is ilyen kis panelek, amelyek jellemzik az eposzt. És ez is mind-mind azt a célt szolgálja, hogy könnyebb legyen ö, memorizálni. Aztán ugyanezt a célt szolgálja az is, hogy, hogy az eposzban nagyon sok toposz van. Ha emlékeztek, a toposz az, az irodalmi közhelyet jelent, tehát ilyen visszatérő fordulatok, visszatérő cselekményelemek. Például, ha valaki arra vetemedik, hogy kicsit jobban belolvas az iliázba, vagy az odiszeiába, akkor látni fogja, hogy, hogy a hasonló történések, például egy csata jelenet, nagyon hasonló szavakkal, nagyon hasonló fordulatokkal vannak leírva. Vagy például az, ahogyan hajnalodik, vagy ahogyan csatába indulnak a hősök, vagy mondhatnék még egyéb történetelemeket, ezek nagyon hasonló szavakkal, szófordulatokkal vannak leírva. Ez persze mai olvasó számára már tűnhet unalmasnak, de mindig gondoljatok arra, amikor ez jut eszetekbe, hogy, hogy a homéroszélposzokat például 3000, 3000 évvel ezelőtt, közel 3000 évvel ezelőtt ö, szavalták, amikor még nem volt internet, még nem voltak TikTok videók, ö, nem volt tévé, az emberek nagy része nem tudott olvasni. Tehát az egyetlen szórakozási mód az volt, hogy szóban hallgattak dalokat, vagy történeteket, és nem, hogy unalmasak voltak ezek a toposzok, vagy ezek a panelek, amik újra meg újra visszatértek, hanem hanem pont, hogy ezek adták meg az elmondott történetnek a, a ritmusát. Ettől, ettől vált az egész egyre ismerősebbé, és megint csak azt se felejtsük el, hogy ezt az egész sok ezer soros sztorit ezt észben kellett tartani. Tehát az, hogy ilyen panelekben volt megírva a történet, az, az segített a memorizálásban. Egyébként a homéroszi eposztoknak nagyjából az egyharmada ilyen ismétlődő elem, ilyen panel, ami, ami segít a történetet elmondani. Na de térjünk vissza az eposzi kellékekhez. Az egyik legfontosabb eposzi kellék az az Isteni Közbeavatkozás, latinul Deus Ex Machina, amikor az istenek, ugye az ókori eposzokban az istenek, aztán a nagy keresztény eposzokban maga az Isten, vagy esetleg valamelyik szent vagy szűzmária, beleavatkoznak az eseményekbe. Aztán szintén jellemző még az eposzokra a késleltetés, tehát az, hogy a fő történet száll időről időre elkalandozik, a történetmesélés, ez is. Ez is uh, tulajdonképpen a szórakoztatást és a feszültség fenntartását szolgálta, és szintén jellemző még az eposzokra az előreutalás. Ha megnézitek a propozíciót, amiről már volt szó, a témamegjelölés, az maga egy ilyen nagy előreutalás, hiszen a téma témamegjelölésben már általában röviden uh, elmondja a szerző, hogy miről fog szólni a történet. Na de nézzünk is még néhány konkrét példát az eposz műfajára. Bocsánat, picit elkalandoztak a diáim. Mint mondtam, az irodalom tanulás során, hát valószínűleg már többnyire csak említés szintjén, de azért elő fog kerülni egy pár eposz, tehát nézzük a legfontosabb példákat. Az ókorból a homéroszi eposzokon kívül, tehát az Iliászon és az Odisszáján kívül fontos még a gilgames eposz, ami egy, ami egy sumér eposz. Aztán a római irodalomból az éneisz, ami tulajdonképpen sok szempontból a, a, az Iliásznak a, a folytatása, hiszen arról szól, hogy a a trójai háború néhány túlélője éneás vezetésével elindul új hazát keresni, és ugye ez lesz majd maga Itália. Aztán később a barokban lesz egy nagy um, újabb, egy újabb nagy virákkora az Eposznak, és ekkor születik meg a keresztény Eposz. Tehát tulajdonképpen ezt az ókori pogány műfajt a saját igényeire szabja a kereszténység, ha úgy tetszik, és megszületnek a nagy keresztény Eposzok, és tulajdonképpen ugyanazok a formai elemek vannak, ugyanazok a, ugyanaz a logika, csak a téma más, és itt már nem istenek vannak értelemszerűen, hanem egy és ugye ki lehetne más ideálisabb eposzi hős, mint, mint maga Jézus, aki, aki, különleges képességekkel rendelkezik, isteni származású, a közösség szempontjából sorsfordító tetteket visz tehát adja magát, hogy, hogy a bibliai történetek, meg úgy egyáltalán a kereszténység, vagy a zsidó-keresztény hagyomány történetei, azok eposzi formát öltsenek. A barokban például ilyen híres eposz volt Tasszótól a megszabadított Jeruzsálem, Miltontól az elveszett paradicsom, ami konkrétan egy jó szövetségi történetet, a és történetét dolgozza fel. De hát ugye a mi szívünknek legkedvesebb Zríny Miklósnak a Szigeti Veszedelem című barok eposza, ami, ami a Szigetvári ütközetet dolgozza fel, és majd amikor eljutunk oda, és beszélünk róla, akkor látni fogjátok, hogy véghez viszi azt a, azt a szerintem zseniális elmetrükköt, hogy egy totálisan vesztes csatát úgy dolgoz föl, hogy, hogy az úgy tűnik, vagy hogy mondjam, morális értelemben egy győztes csatává válik. Nem szokták szeretni a szigeti veszedelmet, nehéz olvasmány is, pedig szerintem a maga módján egy, egy zseniális szöveg. És ugye aztán a romantikában megint, megint népszerű lesz az Eposz, minden nép próbálja például a saját, ö, ö, tehát minden, vagy nagyon sok költő próbálja a saját népének a például a, az őstörténetét, az eredetét feldolgozni. Ebből a törekvésből született meg például Vörös a az alámfutása című eposza, amitől a magyar romantikát számítjuk, vagy ezt tartjuk a magyar romantika szimbolikus kezdetének vagy például Arany Jánosnak a Buda halála című eposza. És végezetül még egy pár szót beszéljünk a vígeposzokról is, hiszen már maga Homérosz is írt vége, végeposzt. és fontos tudni a, a vígeposzokról, hogy, hogy teljesen ugyanolyanok, mint a komoly eposzok, tehát ugyanúgy megvannak az eposzi kellékek, egy dologban különböznek, és ez adja a komikus hatást, ez pedig a téma. Tehát a végeposz az pont attól lesz végeposz, vagy eposzparódia, eposz paródia, vagy idegen szóval travestia, hogy egy hogy ehhez a, ehhez a, nagyon komoly és magasztos műfajhoz egy teljesen hétköznapi témát választ, ami ugye például Csokonainak a Dorottya című művében egy farsangi bál, Pető, vagy Petőfinél a, a helységkalapácsában pedig konkrétan egy, egy kocsmai verekedés. Tehát ez adja, ez adja a vígeposzoknak a viccességét, ami azt is jelenti, hogy baromira nem lesz vicces egy vígeposz, ha nem vagy tisztában a komoly eposzoknak a jellegzetességeivel. Tehát, hogyha fogalmat sincs, mi az az Iliász meg az Odüsszeja, akkor semennyire nem lesz vicces a helység kalapácsa, vagy a Dorottya sem. Itt látjátok néhány példát, hoztam a vígeposzra, Homérosz, Csokonai, Petőfi, Arany és fontos tudni, hogy a vígeposz az nem egy, nem egy, hogy mondjam, abban azért értelemben nem egy eposz hogy egy igénytelenebbül megírt szöveg. A, a ugyanolyan komoly költői munkával születnek, csak komikus hatással jár az, hogy egy hétköznapi, ha úgy tetszik, alantas témát választanak az eposznak a tárgyául. Hát ennyi lett volna ez a rövid bevezetés az eposzokról, kijövök innen a téglalap mögül, hogy elköszönjek. Sziasztok!